Visszakapcsolták az ukrán hálózatra a zaporizsiai atomerőművet. A csütörtöki több ukrán áldozattal járó orosz rakétatámadások miatt a megszállás alatt álló létesítmény áramellátása átmenetileg szünetelt, ezért elindították a dízelgenerátorokat. Ez már a sokadik ilyen eset, amely a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint atomkatasztrófával fenyeget. Áramkimaradásokat okozott Ukrajnában az újabb orosz rakétazápor. Elment az áram az ország második legnépesebb városában, Harkivban is. Sokan utcai generátoroknál töltötték mobiljukat. Az elmúlt 2-3 hónapban most először kellett idejönnöm, hogy feltöltsem a telefonomat. Ez idő alatt is voltak áramszünetek, de azok be voltak tervezve, előre szóltak róluk. A mostani helyzet több kényelmetlenséggel jár, mondta ez a nő. Oroszország 5 hónapja kezdett nagyobb rakéta és dróntámadásokba ukrán civil és energetikai célpontok ellen, de február közepe óta a mostani volt az első nagyobb ilyen akciója. Nagyon elegem van, de tudom, hogy mindez a megszállók hibája. Mi kitartunk. Otthon villanytűzhelyem van, de a reggelit most kempinggázzal melegítettem meg. A hatóságoknak hála a szupermarketekben lehet generátort is kapni, mondta egy másik nő. Ukrajna elnöke részvétét fejezte ki a rakétatámadások áldozatainak családja felé. Arról beszélt, hogy nagy erőkkel dolgoznak az áramellátás helyreállításán. Szakemberek addig dolgoznak, amíg kell, hogy az érintett területeken ismét legyen áram. Köszönöm mindenkinek, aki részt vesz a munkában, mondta Volodymyr Zelenszkij, aki ma Kijevben fogadta Sanna Marin finn kormányfőt. Közben az ukránok a hatalmas emberáldozatok ellenére még tartani próbálják Bakhmutot, amelyet az oroszok július óta ostromolnak. Az ottani fronton egy férfi a fiával együtt halt meg. Most Kijevben temették el őket. Nem értük el őket, tankok tűzvonalában találtak magukat, és a rádión próbáltak segítséget kérni. Szerintem, amikor rájöttek, milyen súlyos a helyzet, a testvérem biztos a testével próbálta védeni a fiát, mondta a család egyik tagja. A Wagner orosz zsoldos csoport vezetője 2 napja azt mondta, Bakhmut keleti felét már elfoglalták. Jevgenyi Prigozsin szerint az orosz hivatalok nem fogadják hívását, amikor lőszert akar kérni. Ezt állítólag Putyin elnök adta utasításba, mert már riválisként tekint rá.